Ebben a videóban luxemburgi Zsigmondról, arról a magyar királyról lesz szó, aki német-római császár lett magyar királyként. Ezzel Európa leghatalmasabb uralkodója lett, úgy, hogy előtte évtizedeket kellett azzal eltöltenie, hogy megszerezze és megszilárdítsa uralmát Magyarországon. Zsigmond úgy került uralomra, úgy került a magyar királyság élére, hogy a felesége Mária királynő volt, aki Nagy Lajos királynak volt a lánya. Nagy Lajos 1382-ben halt meg, és halála előtt már tisztában volt azzal, hogy a trónutódlás nincs biztosítva Magyarországon, hiszen nem volt fiúgyereke. Volt két lánygyermeke, az egyik volt Mária, a másik pedig Hedvig. Mária a magyar királyi trónt kellett, hogy örökölje, Hedvig pedig a lengyel királyságnak lett az uralkodó nője. Mivel nem volt fiúörökös, ezért jogilag fiúsították Máriát. A középkorban nem volt az megszokott, sőt nem is volt elfogadott, hogy egy országnak nő uralkodója legyen. Később persze az újkorban már voltak nő királyok Európában, így Magyarországnak is volt nő királya, például Mária Terézia, de a középkor évszázadaiban, az 1300-as évek vége felé ez egyáltalán nem volt elfogadott. Ezért jogilag fiúsítani kellett, tehát férfi jogot adtak rá, ruháztak Máriára, és ezért, amikor 1382-ben meghalt Nagy Lajos, akkor rögtön megkoronázták Máriát, de nem Reginának, királynőnek, ez latinul azt jelenti, hogy királynő, ez a Regina szó, hanem Rexnek, királynak koronázták. Tehát a hivatalos megnevezése nem az volt, hogy Mária Regina, hanem az, hogy Mária Rex, ami nagyon furcsán hangzik azok számára, akik tudnak latinul. Az ő első királyságának ideje 1382-től 85-ig tartott. Az 1382-től 85-ig tartó időszak után egy pár hónapos szünet következett, ugyanis ekkor átadta a hatalmat egy Anjou rokonának, második Károlynak, aki viszont a magyar történelem legrövidebb ideig uralkodó királya volt, mert néhány hónappal a koronázása után megölték, és utána ismét Mária vette át a trónt. 1382-ben koronázásakor 11 éves volt. Természetesen azzal együtt, hogy őt jogilag fiúsították, senki nem gondolta komolyan azt, hogy egy 11 éves vagy egy akárhány éves lány fogja irányítani majd az országot, hanem mielőbb meg akarták őt házasítani. A házasságra kiszemelték házas párjául, tehát férjéül a luxemburgi uralkodó családból származó Zsigmondot, aki egy pár évvel volt idősebb nála, de még ő is gyerek volt. 1385-ben kötöttek házasságot, amikor a középkori fogalmakkal Mária már felnőtt nőnek számított, tehát kb. 14 évesnek. Ekkor Zsigmond 17 éves volt, tehát 3 évvel idősebb, ő is felnőttnek számított már. A következő időszak, tehát 1386-tól 95-ig tartott, amíg az országnak királynője volt Mária, egészen 1395-ös haláláig, 24 éves korában halt meg. Máriát mondhatjuk egy ilyen extrém sportolónak, mert tényleg elég vad életmódot folytatott, például teljesen természetesnek tartotta azt, hogy sok hónapos terhesen egyedül elmenjen lovagolni és vadászni a budai hegyekbe. Mária királynő 1395. május 17-én hétfőn a keresztjáró napok alatt szokása szerint a budai hegyek közé lovagolt ki, és ott magányosan vadászgatott. Egy vízmosásnál azonban lova megbotlott, felbukott, és a királynét is maga alá szorította.
A szenvedett rázkódás és sérülés végzetes volt. Az eszméletlen állapotban levő Mária idő előtt szülte meg gyermekét, s amely pillanatban életet adott annak, nem lévén közel semmiféle segítség, ugyanazon pillanatban vesztette el saját és gyermeke életét. Úgy találták meg őket az erdőben. A gyermek élve jött világra, és neme fiú volt. Tehát Mária eléggé meggondolatlanul nem teljesítette ilyen módon az uralkodói kötelezettségét, hiszen egy uralkodónak az utódról való gondoskodás az mindenek felett való, és vadászbalesetben tehát meghalt. Így a trón most már Zsigmondra, a férjére szállt. Nézzük meg Zsigmond származását egy kicsit. Zsigmondnak az apja, IV. Károly, német-római császár volt, tehát Európa legnagyobb uralkodója. A Luxemburg dinasztiából származott. Luxemburgról azt érdemes tudni, hogy ez egy hercegség, a luxemburgi hercegség, a német-római császárságnak a nyugati határvidékén. Mai napig is létezik ez az ország, ma luxemburgi nagyhercegségnek hívják, de szemlátomást nem túlságosan nagy területű. Tehát a német-római császári cím birtokosai voltak ezek a luxemburgok. Valószínűleg egyébként azért, mert a német választófejedelmek mindig igyekeztek olyan császárt választani, aki a lehetőségek szerint elég gyenge kézzel fog uralkodni, és nem fog beleszólni az ő dolgaikba. És ezért előszeretettel választottak kis uralkodó családból származó császárokat. Tehát a Luxemburg dinasztia is egy ilyen német-római császári dinasztia volt. A Zsigmond Magyarországra kerülését az jelentette, hogy meghívták Mária vőlegényének, és már 11 éves korától kezdve, Mária 11 éves korától kezdve itt tartózkodott Zsigmond Magyarországon, jegyese volt Máriának, és mint ilyen országos tisztséget is kapott, ő volt a seregeknek a vezetője, a magyar seregeknek a vezetője, az országos főkapitány. És aztán 17 évesen feleségül vette Nagy Lajos lányát, Máriát. Ugye Mária 1382-től 85-ig királyként uralkodik, 85-ben megházasodik Zsigmonddal, és 85 és 87 között Zsigmond a magyar országos főkapitány. Ez gyakorlatilag a király utáni nagyon közeli tisztség, de mégsem király. Mert csak a csapatoknak, a magyar seregeknek a parancsnoka. 1387-ben megkoronázták a Szent Koronával Zsigmondot is, így társuralkodójává vált Máriának. Ez egy érdekes helyzet, hogy egyszerre két törvényes királya van az országnak, az egyik Mária, a másik pedig Zsigmond. 1395-től 1437-ig uralkodott Zsigmond, tehát úgy egyedül az országon, de ha azt veszük, 1387-től már törvényes királyként, úgyhogy 50 éven keresztül volt Magyarországnak a királya, így az egyik leghosszabb ideig uralkodó magyar király volt a történelem során. Zsigmond és az országos főurak, a bárók eléggé vitás, eléggé szembenálló helyzetben voltak. A bároknak a legbefolyásosabb főurakat nevezzük. Zsigmond úgy kerülhetett hatalomra, úgy kerülhetett a fejére a magyar szent korona, hogy meg kellett ígérnie azt, hogy elfogadja a bárók akaratát. Ezért úgynevezett ligát kötött a bárókkal. A liga az egy egyesség. Az egyesség azt tartalmazta, hogy Zsigmondnak mindenben együtt kell működnie a bárókkal. Ezt egy koronázási hitlevélben szentesítette, tehát a koronázása előtt meg kellett esküdnie, hogy be fogja tartani az ígéreteit, és ezt az esküjét
az oltáron egy oklevélen aláírta, tehát gyakorlatilag az Isten színe előtt esküdött meg arra, hogy ő a bárókkal együtt fogja az országot kormányozni. Gondoljunk bele, hogy ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy Zsigmondnak eleve semmilyen hatalma nem lesz, hiszen a bárók bármiben megakadályozhatják, mert ha azt mondják, hogy ehhez nem járulunk hozzá, ezzel nem értünk egyet, akkor Zsigmondnak tartania kell magát a koronázási hitlevélben foglaltakkal, és nem teheti meg azt, amit akar. Tehát annak érdekében, hogy Magyarország királya lehessen Zsigmond, nagyon sokról, nagyon sok jogosultságról, királyi alapjogról mondott le. Ez persze aztán azt eredményezte, hogy a királyi birtokokat szét kellett osztogatnia, hiszen ha egyességet kötött a bárókkal, a bárók akkor benyújtották a számlát, és különböző birtokokat akartak. Nézzük meg, hogy ez ténylegesen hogy is alakult Zsigmondnak az uralkodása alatt. Az országban levő várak számát fogjuk most megvizsgálni, és megnézzük, hogy az összes várból mennyi volt királyi vár Nagy Lajos idejében, és mennyi Zsigmond idejében. Nagy Lajos idejében az országban 300 kővár állt. Ez elég soknak számít. Ebből a 300-ból 160 volt a király közvetlen tulajdonában, tehát több mint a fele a királyi, a váraknak a király saját személyes tulajdona volt. Zsigmond uralkodásának kezdetén nem volt több kővár, mint Nagy Lajos uralkodásának végén, tehát 300, viszont néhány év alatt a királyi várak elfogytak, és már csak 70 vár volt a király kezében, ami azt jelenti, hogy lehetséges, hogy az ő kezében van a legtöbb, de nem nagyságrendekkel több, mint amennyi az ellenlábas liga tagoknak, a báróknak a kezében. Zsigmond ebből a szorításból próbált megszabadulni, és próbált a hatalmat a bárók kezéből visszaszerezni. Gyakorlatilag ez azzal járt, hogy nem tartotta be az ígéreteit, amit a koronázási hitlevélben megfogadott, és erre felválaszul a bárók elfogták, és Siklós várába zárták. Képzeljük el ezt a helyzetet, hogy az ország törvényes királya a saját alattvalói fogságában szenved több hónapon keresztül, és nem engedik ki a várból, csak azzal a feltétellel, hogy be fogja tartani a koronázási hitlevélben foglaltakat. A bárók fogságából úgy tud kiszabadulni, hogy egy másik bárói ligával kezd szövetkezni, amelyik az őt börtönbe záró, vagy az őt a Siklós várába záró ligának az ellenlábas ligája volt, tehát gyakorlatilag egy másik pártnak a vezetőivel kezd szövetkezni, ez pedig a Garai Cillei Liga volt. Ez a királyhű főurak csoportját jelentette, ilyen bárói családok tartoztak ebbe a csoportba, mint a garaiak, cilleiek, bátoriak, rozgonyiak, perényiek. Tehát ezek a nevek voltak azok, akik hűek voltak Zsigmondhoz, persze természetesen soha nem feltétel nélkül, hanem valamit szerettek volna a királytól cserébe. Például a cilleiek azt szerették volna, hogy a Zsigmond, mivel hogy megözvegyült, vegye feleségül az egyik bárónak a lányát, Cillei Borbálát, ami meg is történik, így lesz az új felesége Zsigmondnak, Cillei Borbála. Zsigmondból ezek után a leghatalmasabb európai uralkodó úgy lett, hogy megszerezte a német-római császári trónt. Magyar királyként először német király lett, cseh király lett, és ez egy nagyon fontos tisztség volt a cseh királyság, ugyanis a német-római császári tisztségre úgy kerülhetett valaki,
hogy volt 7 úgynevezett választófejedelem. Ezek a választófejedelmek voltak azok, akik általában maguk közül megválasztották a német-római császárt. Ez a 7 választófejedelem a néhány püspök volt, meg a cseh király, meg a rajnai őrgróf, meg ilyen tisztségek, tehát hercegek, grófok, illetve főpapok tartoztak ebbe a körbe, és ha valaki cseh király lett, akkor jó eséllyel pályázhatott arra, hogy ő lesz majd a következő német-római császár. Így tehát, amikor Zsigmond cseh királyá lesz, akkor nagy lépést tesz annak érdekében, hogy ő legyen a következő német-római császár. Ami meg is történik, mert őt választják meg német-római császárnak. De a székhelye Zsigmondnak továbbra is Buda volt. Tehát látható, hogy fontos volt számára ez a tisztség, ennek a tisztségnek a megszerzése, de azért ő leginkább Magyarországot szerette, Magyarországon érezte magát otthon. Ezt tartotta a bázisának, és talán erről árulkodik az is, hogy halála után majd Magyarországon temetik el, Váradon, ami ma már Romániában található Nagyvárad néven. Zsigmond volt az az első királyunk, akinek idejében a Dél-Kelet-Európa felől érkező török fenyegetés már veszélyt jelentett, tehát akinek találkoznia kellett a törökökkel, és csatába is kellett szállnia velük. Nézzük meg a korabeli Európának a térképét. Láthatjuk, hogy milyen birodalmak, illetve milyen országok vannak itt. Az is látszik, hogy a legfontosabb, a legnagyobb birodalom Európa közepén a német nép Szent Római Birodalma, de összehasonlíthatóan nagy méretű vele a Magyar Királyság is, de az is látszik, hogy ekkor a késő középkor idején megjelenik az Európa déli határainál, a Balkán félszigeten az oszmán török birodalom. Itt látható egyébként a Német-Római Császárság belsejében a Cseh Királyság, a Magyar Királyság, illetve Dél-Európában az Oszmán Birodalom. Az oszmánokról annyit érdemes tudni, hogy ez a birodalom muszlim vallású, tehát nem keresztény, és a kereszténységet esküdt ellenségének tartja, ahogy egyébként a keresztények is esküdt ellenségüknek tartják a muszlimokat. Az oszmán birodalom élén a szultán áll, aki egy katonaállamot vezet. Az, hogy katonaállam, az azt jelenti, hogy a legfontosabb tisztségeket ebben az államban a katonák viselik. Tehát a társadalmi ranglétra csúcsán a katonák vannak. Ha valaki föl akar emelkedni, akkor katonává kell lennie, és mindenféle előrelépés, földbirtok, vagyon, ez mind katonai teljesítményhez van kötve. Ez a katona állami lét azt is jelenti, hogy az élet minden szintjén, a társadalom minden szintjén fontosak a katonák. Az oszmán birodalom hadseregének alapját két nagy csoport alkotta. Az egyik a gyalogos katonáknak a csoportja, akiket janicsároknak neveztek. A janicsárok nagyon nagy részét elrabolt keresztény gyerekekből nevelték. Tehát kiskorukban, 4-5 éves korukban elrabolták elsősorban a Balkán félszigeten a keresztények gyerekeit, és katonai iskolákba rakták be őket, és feltétlen szultán hűségre nevelték őket, hogy halált megvető bátorsággal harcoljanak a szultánért, Allahért, és akár életüket adják ezekért a célokért. A lovas katonák, az oszmán birodalom lovas katonái az úgynevezett spáhik voltak.
Ami még nagyon jelentős volt, és rendkívül modern fejlesztés volt az Oszmán Birodalom hadseregében, az a tűzérség volt, ugyanis ők használtak puskaport és használtak ágyukat a csatában, illetve a várostromok során. Nem úgy kell elképzelni ezeket az ágyukat, mint a későbbi koroknak a lőfegyvereit, hogy nagyon messze lövő és nagyon gyors tüzelésű eszközök lettek volna. Egy ilyen nagy ágyúval naponta csak 4 lövést lehetett leadni, mert olyan sok időt kellett várni arra, hogy újra hűljön az ágyú, de ez akkor is lehetővé tette, hogy a korábban lebonthatatlan, lerombolhatatlan várfalakat megostromolják és ledöntsék. Tehát azt láthatjuk, hogy az Oszmán Birodalom egy katonaállam, élén a szultán áll, és nagyon fontos szerepet játszanak ebben a hadseregben a janicsárok, a gyalogosok, a szpáhik, a lovasok, illetve van tűzérség is ebben a hadseregben. Zsigmond fölismerte azt, hogy fel sem tréfa annak, hogy ez a nagyon harcias, nagyon modern hadsereg megjelent itt a déli határainknál, és ezért hadjáratokat indított a törökök ellen. 1389-től kezdve minden egyes évben indított hadjáratot a törökök ellen. Kiindulva a déli határvidékünktől, és próbálta a Balkán félszigetről kizavarni, kiűzni az oszmánokat. 1396-ban elérkezettnek látta az időt arra, hogy egy teljes európai sereget, keresztes sereget összeszervezzen, és megpróbálja a Balkánról végérvényesen kiűzni az oszmánokat. Tehát 1396 a hadjárat éve, és egészen Nikápolyig jutnak. Nikápoly a Duna mentén van, és a Duna, mint közlekedési útvonal könnyűvé tette tehát ennek a városnak a megközelítését a Balkánon, tehát logikus volt, hogy ebbe az irányba haladnak. A Nikápolyi csata kezdetben még Zsigmond győzelmét is hozhatta volna, ugyanakkor sajnos a nyugati zsoldosok és a nyugati lovagok nem igazából jól helyezkedtek el a csatamezőn, ráadásul nem fogadtak szót, nem tartották be azokat az utasításokat, amiket a parancsnokaik, így például Zsigmond adott, és az egész csata káoszba fulladt, olyannyira, hogy a végén még Zsigmondnak is menekülnie kellett, tehát gyakorlatilag ezt a Nikápolyi csatát 1396-ban Zsigmond és a teljes európai keresztes sereg elvesztette. Zsigmond ezek után felismerte, hogy az európaiak ebben a pillanatban, a 14. század végén gyengébbek a törököknél. Ugyanakkor itt van ez a török fenyegetés, ami ellen védekezni kell, mert hogyha nem védekezünk ellenük, akkor ahogy a Balkánt elfoglalták, el fogják foglalni egész Európát is. Tehát valamilyen módszert ki kell dolgozni azért, hogy az országunk, Magyarország valamilyen segítséggel meg tudja védeni Európa többi részét a török fenyegetéstől. Tehát más taktikára van szükség, nem tudunk szemtől szembe kiállni egy lovagi sereggel a törökök ellen, mert a török janicsárok, a török szpáhik és a török tüzérség együtt erősebbek, mint az európai lovagok. Ezért az első lépésként úgynevezett ütköző államokat hozott létre Magyarország déli határáinál. Ezek az ütköző államok, ezek olyan Zsigmond által hűbéri viszonyba tartott államok voltak, amelyek felfogták a törökök első hullámait. Ilyen ütköző állam, ilyen hűbéres ütköző állam volt például Moldva vagy Havasalföld, illetve
A magyar királyság déli határainál úgynevezett bánságokat hozott létre, ami nagyon gazdag és erős főurakra bízott, és ezeknek a főuraknak, ezeknek a báróknak, ezeknek a bánoknak azt tűzte ki feladatul, hogy védjék meg a déli határvidéket, és ezért óriási erőforrásokat biztosított számukra, tehát pénzt adott, fegyvert adott és katonákat, vagy legalábbis olyan birtokokat, amiből ezek a bánok biztosítani tudták ezeket a szükséges erőforrásokat. Illetve kiépítette az úgynevezett déli végvár vonalat az ország déli határai mentén. Piros pöttyökkel látszik ez a végvár vonal feltüntetve a térképen, és nem is egy sorban voltak ezek a végvárak, hanem több hullámban próbálták megvédeni az országot a támadások ellen, a déli támadások ellen. Persze a végvárakat igyekeztek a folyók mentén elhelyezni, hiszen a természetes védővonalak mindig sokat számítottak a harcászatban, így a középkorban is, de ahol nem voltak természetes hegygerincek, folyók, tavak vagy ilyesmi, ott a megfelelő hegycsúcsokra telepítették ezeket a várakat. A déli végvár vonalnak a legfontosabb helyszíne, a kulcsa az egésznek, az Nándorfehérvár volt. Nándorfehérvár a Duna és a Száva folyók összefolyásánál egy stratégiai ponton elhelyezkedő erődítmény. Aki megszerzi Nándorfehérvárat, az mind a Száva folyó mentén levő várakhoz hozzáfér, mind gyakorlatilag a Dunán végig egészen akár Budáig is el tud jutni. Majd látni fogjuk 130 évvel később, amikor elérkezünk Mohácshoz, hogy tényleg így volt, akinek a kezében van Nándorfehérvár, annak nyitva áll Magyarország egészen az ország fővárosáig, Budáig. Tehát Nándorfehérvár volt ennek a déli végvárrendszernek a kulcsa, a közepe. A másik taktika, amivel megpróbálta az országot megerősíteni, az, hogy a katonaságot, ami eddig egyértelműen a lovagságra volt alapozva, a lovagi seregre, tehát a nemesek és a báróknak a saját hadseregeire, ezt most egy más alapokra helyezze, és bevezette az úgynevezett telekkatonaságot. A telekkatonaság azt jelenti, hogy a földesúrnak kötelessége minden 20 jobbágy után egy lovas íjász kiállítása. Ugye tudjuk, hogy a nemesek pénzben nem adóznak. Tehát a nemesi adómentesség ez továbbra is életben van. De valamilyen módon ezt megkerülte ezzel az intézkedéssel Zsigmond, hiszen egy lovas íjász katona kiállítása az abban a korban is komoly anyagi beruházást jelentett. Egy ló nagyon sokba került, a sisak, a páncéling, a sodronyink, a szabja vagy a pajzs, ezek mind óriási összegeket jelentettek ebben a korban is, és ezt a földesúrnak ki kellett állítania, tehát erre előtte kellett teremtenie a pénzt, minden 20 jobbágy után egyet. Tehát egy nagybirtokosnak, akinek esetleg több száz jobbágya van, annak nagyon sok lovas íjász katonát kellett küldenie a telekkatonaság rendszerén belül. Így nézett ki egy magyar könnyűlovas telekkatona ebben az időszakban. Ha összehasonlítjuk a török spáhikkal, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon hasonló a fegyverzete a két fajta katonának, tehát ezek egymást kiegészítőek, illetve egymás ellen jól felhasználható csapatok voltak. A földesurak persze felháborodtak ezen a
parancson, vagy ezen az előíráson, hiszen ez sértette a nemesi adómentességet, de Zsigmond a felháborodáson hát úrrá tudott lenni. Luxemburgi Zsigmondot ábrázolja ez a kép, aki tehát 1387 és 1437 között uralkodott az ország fölött. A bárók ellen megpróbált valamilyen módon védekezni, és ennek a védekezésnek az egyik módja az volt, hogy saját hűséges embereit helyezte fontos tisztségekbe. De hát láttuk eddig is, hogy minden király ezt próbálta megtenni, hogy egy saját hozzá hűséges uralkodó réteget próbál helyzetbe hozni. És aztán jön a következő uralkodó, aki a korábban túlságosan nagy hatalomra szert tevő bárókat megpróbálja háttérbe szorítani, és a saját embereit a helyzetbe hozni. Tehát ez így volt végig a történelem során, és ez volt Zsigmondnak is a taktikája. És ennek az egyik módszere az volt, hogy egy úgynevezett lovagrendet alapított. Ez volt az úgynevezett sárkány lovagrend. Itt látható ennek a sárkány lovagrendnek a jelvénye. A másik taktikája Zsigmondnak az volt, hogy a városokat próbálta megerősíteni. A korszakban, a középkorban, főleg a késő középkorban, Nyugat-Európában a városok nagyon jelentős települések voltak, nagyon sok lakójuk volt, és a gazdag városok tekintélyes mennyiségű adóval segítették éppen az aktuális uralkodót. Hiszen a városok a kiváltságaikat az uralkodóktól kaphatták meg. Így tehát Zsigmond is maga elé tette azt a célt, hogy Magyarországon megerősítse a városokat, és úgynevezett szabad királyi városokat hozzon létre. Szabad királyi városi címet adományozott több városnak is, ami azt jelenti, hogy kivette őket a földesúri hatalomból, a földesúri függésből. A szabad királyi városi címet akkor kaphatta meg egy város, hogyha a város polgárai vállalták, hogy városfalat építenek a város köré, és a beköltözők polgárjogot kapnak, cserébe vásártartási jogot adott a király ezeknek a városoknak, többször, több esetben áru megállító jogot, ami tudjuk, hogy jelentős anyagi hasznot jelentett a város kereskedelemmel foglalkozó polgárai számára, illetve hát természetesen a szabad királyi városok saját maguk választhatták a vezetőiket, a polgármestert, a bírót, a tanácstagokat. Tehát jelentős önkormányzatuk volt ezeknek a szabad királyi városoknak, és nem utolsó sorban az adót évente egyszer egy összegben kellett befizetniük. Tehát ez mind a szabad királyi városoknak a jogosultsága volt, tehát ezekkel a jogokkal rendelkeztek, és így próbálta a saját hatalmát Zsigmond megerősíteni a bárókkal szemben. A király bíráskodott tehát a szabad királyi városok fölött, nem pedig a földesúr. Zsigmond egyházi intézkedései is nagyon fontosak. A korszakban, a 14. század végén és a 15. század elején, amikor Zsigmond uralkodott, a katolikus egyház az egyik legmélyebb válságát érte. Az avignoni fogságban a pápák a francia királynak a befolyása alá kerültek, és az 1300-as évek vége felé megpróbáltak ebből az avignoni fogságból kiszabadulni, és végül is már olyan szintre jutott a dolog, hogy nem egy, nem kettő, hanem három pápa is volt egyszerre, ami teljes mértékben a katolikus egyháznak a tekintélyét lerombolta. És ezt a helyzetet, a pápaság meggyengült helyzetét kihasználta Zsigmond,
és bevezette az úgynevezett királyi tetszvényjogot, ami azt jelentette, hogy a pápa nem intézkedhet Magyarországon, csak a király jóváhagyásával, tehát gyakorlatilag, hogyha a pápa egy egyházi ügyben valamiféle levelet, úgynevezett bullát ad ki, akkor csak akkor lehet ezt a bullát, ezt a pápai hirdetvényt kihirdetni, hogyha a király is hozzájárul. A három pápa egyszerre való léte miatti botrányt pedig a konstanci zsinat összehívásával próbálta megszüntetni, egyébként sikerrel, amikor is 1414 és 18 között a délnémetországi Konstanz városába összehívta az egyház püspökeit, érsekeit, bíborosait, és ott lemondatták az ellenpápákat, és végül is egy új pápát választottak, aki már egyedül ült Szentpéter trónján. Ehhez a konstanci zsinathoz még fűződik egy nagyon fontos esemény, a cseh származású 20 János nevezetű prédikátor által terjesztett eretnek tanításokat próbálták megszüntetni. Az, hogy ez hogy történt, az nem vett valami jó fényt egyébként Zsigmondra, de az biztos, hogy végül is sikerült a zsinaton a nagy nyugati egyházszakadást lezárni, illetve a katolikus egyháznak sikerült a huszita eretnekség fölé kerekedni. Csak néhány szóban, hogy mi történt, ez a 20 János, aki cseh származású volt, és sok olyan tanítást tanított, ami nem egyezett meg a katolikus egyház tanításával, és ezért őt eretnekséggel vádolták meg. Zsigmond királytól és német-római császártól menlevelet kapott, hogy ha elmegy a konstanci zsinatra, ott szabadon elmondhatja a nézeteit, és megvédheti ezeket. El is ment 20 a konstanci zsinatra, de a menlevél ellenére mégiscsak elfogták, perbefogták, és mágián kivégezték. Tehát ez mondjuk Zsigmondnak az uralkodására nem vett jó fényt, de ettől függetlenül az országunk egyik nagy és sok eredményt elérő királya volt, aki, mint látjuk, európai szintű politikus is volt, és az egyház életének rendbetétele is ebben az időszakban az ő nevéhez fűződik.